Ma október 9-e van, ez az utolsó napom itt a szarvasvadász táborban, de a mai napra is jut egy nagyon izgalmas program. Ma reggel érkezett hozzánk egy vadász, aki egy 50-es BMG kaliberű puskát hozott magával, és ma lehetőségem van arra, hogy kipróbáljam ezt a fegyvert. A vezetőink éppen most beszélik azt meg, hogy hol van itt a környéken egy olyan terület, ahol egy ilyen teljesítményű puskával biztonságosan lehet lőni. Rövidesen elindulunk a lövészetre. Lejöttünk egy néhány száz méterrel lejjebb. Innen fogunk lőni, ahogy itt látszik is, már elkezdték összerakni a puskát. A fegyver az olyan hangos, hogy a szokásos fülvédőn kívül ezúttal még füldugókat is fogok használni. Mindenkinek egy lövése lesz, mert nagyon, egyrészt nagyon drága a lőszer, másrészt keveset hozott magával a sporttárs. Nézzük, hogy rakja össze a puskát. Hát azért azt nem mondanám, hogy nem rúg vissza. Ekkora lőszer kell vele.